idehozom. Itt a méz. Látjátok, hozzáértek, nyugodtan nyaljátok meg. Lajos Zsolt Gyulai méhész mutatja itt az Implom iskola diákjainak, hogy hova is gyűjtik be a mézet a méhek, egy olyan mézes reggeli keretében, amikor ilyen módon szeretnék a gyerekekkel jobban megismertetni ezt az egészséges édességet. A tanulók közül voltak olyanok néhányan, akik akkor fogyasztanak mézet, amikor az egészségük miatt van rá szükség. A kedvenc mézem a napra forgó méz. Nem szoktam nagyon sokat tenni, csak amikor fáj a torkom, vagy valami bajom van. Ezért is fontos tehát, hogy a gyerekek minél több mézet fogyasszanak. Az iskolában második alkalommal látták vendégül a gyerekeket egy ilyen reggelire, amit nagyon vártak már. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és mi pedagógusok örülünk neki, mert nagyon támogatjuk ezeket az egészséges élelmiszerekkel való megismerkedést. Megtudják, hogy mennyi fajta méz van, a méznek a jótékony hatását. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek minél többféle mézet ismerhessenek és kóstolhassanak meg, információkat kapjanak a jótékony hatásukról és a fogyasztási lehetőségekről. Nagyon könnyű feldolgozni a szervezetünknek ezeket a cukrokat, ezt a gyümölcs és szőlőcukrot, amiből áll a méz, ezt könnyű feldolgozni, gyorsan energiához jutunk, és a gyulladás csökkentő hatása, minimális vitamin és ásványanyag tartalma jó. Ezt azt hiszem már az ősembertől kezdve tudjuk, az ókori sírokban is találtunk, Egyiptomban is lehetett mézet találni, és a mai napig az egyetlen természetes édesítőszer, amire azt mondjuk, hogy egészséges, és egy olyan élelmiszer, amihez nem nyúlnak hozzá. A szervezők ezekben a hónapokban nem csak Gyulán, hanem a környéken is több óvodában és iskolában rendeznek mézes reggelit.